Olyan beszerzési szabályzatot alkottunk, hogy csak nyilvános beszerzéssel lehet kiválasztani bárkit. Tehát nincs ez a három árajánlatot kérek, semmi ilyesmi. És a nyilvános beszerzés az úgy néz ki, hogy mindenképpen meg kell jelennie az ajánlattételi felhívásnak az önkormányzat honlapján, és ki kell értesíteni legalább öt céget. Hát, ha van abban a témában öt cég, de meg kell próbálni felkutatni. Na ebből az lett, hogy hogy egyre több ajánlattevőnk van beszerzési témakörben is, tehát egy utca tervezése, vagy bármilyen kisebb értékű dologban. És azzal szembesültem, hogy 2021-22 tájékán, hogy elkezdtek így fölhívogatni cégek, hogy ez most komoly? Ugye ez a közbeszerzések hát rákfenéje, hogy hogyan is van megállapítva az alkalmassági feltétel, meg az értékelési szempontrendszer. Ez már átvezet azért az átláthatóság meg, hogy mi a garancia arra, hogy minden ki van vagy ki van téve a, 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 a honlapra, illetve ki van adva a kérdezőnek. De valójában itt is az látszik, hogy az igazi garancia a nyilvánosság. És azért, ha megnézzük, az adatok szintjén is nagyon kevés olyan, amit amiről csak a hivatal tud. Ennyiben nem értek egyet, hogy szerintem a nyílt beszerzési eljárás lebonyolítása nem olyan hosszú. Kitesszük az ajánlattételi felhívást a honlapra, három hétig kint van, bejönnek az ajánlatok, egy hét bírálat, hiánypótlás, négy hét. Tehát hogyha ennyire nem tudja tervezni az önkormányzata munkát, hogy négy hét ne férne bele, akkor ott más bajok vannak. Üdvözlök mindenkit, az itt az Átlátszó podcastje, és azon belül a k egy sorozatunknak a nyitó adása. Ebből következőleg Pósfa István, a k projekt koordinátora itt van velem, és itt lesz még pár adás erejéig is. És az első kör, amelyben beszélni fogunk. Az illusztris vendégek társaságában zajlik, mert itt van számadó Tamás, Budapest főváros főjegyzője, illetve Borbás Gabriella, a Józsefvárosi Önkormányzat kerületgazdálkodási ügyosztály vezetője, majdnem elrontottam és amiről beszélni fogunk most is, meg majd a későbbiekben is, az korrupció, átláthatósági közbeszerzések és ehhez kapcsolódó egyéb kérdések. És a felvezetőből kiderülhetett, hogy az első adásban nagyon a hivatali oldalát fogjuk megnézni, hivatal oldaláról megvizsgálni ezt a kérdést jogszabályok felől, illetve ügyintézés felől, ügyintézés oldaláról. István, valami hozzáfűzni való a felvezetéshez, illetve az elkövetkezendő időszak gyönyöreihez? Üdvözlöm a hallgatókat! Um egy nagyon röviden összefoglalnám azt, hogy a K-monitor miért és milyen keretek között foglalkozik kifejezetten az önkormányzati átláthatósággal. Talán hallottak többen az ez a minimum az önkormányzatokban programról. Ezt a Transparency International Magyarország, a K-monitor és az átlátszó közösen kezdeményezte a Igazából eredetileg még 2014-ben, de az igazi áttörés az a 2019-es önkormányzati választás előtti kampány volt, ahol uh, több mint 400 jelölt uh, tett vállalást arra, hogy megvalósítja a három szervezet által javasolt átláthatósági uh, programot és annak tételeit, és közülük uh, nagyjából 200-an. Uh, Nyertek is a választáson, nagy részük képviselőként került hivatalba, míg 16 polgármester is pozícióba került azok közül, akik vállalást tettek. Ez, az, ez a minimum program, ez hat témakörben határoz meg különböző feladatokat, amiről azt gondolta ez a három kezdeményező szervezet, hogy a 21. századi minimumát jelentheti az átláthatóságnak, illetve fontos cél volt, hogy a magyarországi nagyvárosok, kerületek, főváros jó példával járjanak elől, és egy bebizonyítsák, hogy lehet átláthatóan és az állampolgárokat partnerként tekintve kormányozni Magyarországon, és egy ilyen alternatív kormányzati módot bemutassanak, és hogy az ez a minimum, bár túlmegy a jogszabályi követelményeken, azt gondoljuk, hogy pontosan az lenne a feladat, hogy, hogy ennél többet teljesítsenek azok, akik pozícióban vannak. És nem megyek bele annyira részletekbe, szerintem ami igazán érdekes, az elő fog kerülni. Ami még esetleg releváns, hogy a K-monitor és a Transparency és az átlátszó Két körben ellenőrizte, hogy mennyi teljesült ezekből a vállalásokból, Először 2022-ben, aztán pedig 2023 végén, ami most márciusban került nyilvánosságra ezek az eredmények, és azért is van többek között itt a József városi hivatalból velünk borbás Gabriel, mert ők nyerték meg ezt a, a nevezzük versenynek. Ők talán ők kaptak kapták a legtöbb pontot abból a, a lehetséges maximum 80- Pontból, amiben megpróbáltuk lebontani azt, hogy objektív szempontokra, hogy mennyi mindent tesznek közzé a honlapjukon proaktívan ezek az önkormányzatok. Azt gondolom, hogy azért is, vagy nagyon örülök annak, hogy egy ilyen hivatali oldalról kezdjük ezt az egész sorozatot, mert bár a politikusok tették a vállalásokat, és nekik kell végső soran elszámolniuk azzal, hogy mi az, ami teljesült belőle, a hivatal az, aki végrehajtja ezeket a vállalásokat, és a napi szinten e, teljesíti azt, hogy valami föl legyen töltve a honlapra. És igazából az, arra lennénk főleg itt kíváncsiak, hogy mm, mit tekintenek a fő eredményeknek az elmúlt ciklusból, mik a jelenlegi kihívások, és hogy a gyakorlatban mit jelent az, hogy átláthatóság, és hogy miért jó ez az állampolgároknak, és ezt próbáljuk kicsit körüljárni. Kapásról feltett is három kérdés, tehát akkor én még beelőzök a negyedikkel, mert ahogy ő is le a vállalást, a politikusok tették, illetve politikus jelöltek a kampányban, hogy mennyiben volt ez nyűg, amikor egy hivatalnok találkozik ezzel egy köztisztviselő, ezzel a kérdés egy olyan vállalást, amelyet nem ő tett, akkor ez egy plusz egy feladat, avagy valami olyasmi, amivel azonosulni tud. bármelyikünk. Talán akkor magamhoz ragadom a szót, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én ugye korábban nem a hivatalban dolgoztam, én 2019 óta vagyok a hivatalban, de azt kellett tapasztaljam. A saját előéletemből ez kifejezetten nem volt nyűgén, a naiknál is dolgoztam, illetve a versenyhivatalnál, meg az igazságügyi minisztériumban, ahol ezek a dolgok, mint a közbeszerzések tisztasága, a versenytisztasága, vagy a közérdekű adatok nyilvánossága és megfelelő kezelés azért így alap követelményként megjelentek, de a hivatal egészen alapvetően nagyon jó állapotban volt ilyen szempontból már 2019-ben is. Tehát az, hogy a közérneket... Mármint a A hivatal. hivatal, igen, igen. Tehát, hogy az adatokat, a közérdekű adatigényléseket normálisan kell kezelni, és az alap eset az átláthatóság és a közödeke adatok kiadása. Egy kifejezetten a NAIH által is elismert szakre, jó szakrendszer volt az, ami biztosítja a kötelező publikálásokat, tehát hogy erre azért elég jó alap volt a főváros, a főpolgármester hivatalban. Tehát az, a kérdésre röviden a válasz, hogy nem volt igazából nyűg. Másik oldalról meg nyilván a, a, polgármesteri, főpolgármesteri hivataloknak ez azért egy kicsit ilyen mindennapi, nem csak ezen a területen, hanem más területen is, hogy nem csak döntések előkészítő, hanem végrehajtó is, és akár nyűg, akár nem a lehetőséghez mérten ezeket végre kell hajtani, de itt azért találkozott szerintem a hivatal készenlétével is, nekem meg a személyes előéletemmel is, hogy ezt, ezt jó csinálni, meg ez fontos. A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban én úgy látom, én 2021 év közepén óta dolgozom ott, tehát hogy a 19-es változás kezdetéről lemaradtam de ott a 2019 őszén talán az első képviselőtestület volt az, amikor a, a József Józsefvárosi képviselőtestület elfogadta az ez a minimum programot, és ez a mennyiben volt ez nyűg a hivatalnak, olyasmit tudnék rá válaszolni, hogy a fölálló új önkormányzati vezetés azonnal létrehozott új hivatali szervezeti egységet is, amelyiknek ez feladatává tette. Úgyhogy ebben nem a régi szervezetre támaszkodott, hanem létrehozta egyrészt a közösségi részvételi irodát, amelyik megkapta rázátok gatyába a hollapot, feladatot, mert ugye amíg nincsen normális honlap, addig nem nagyon tudunk átláthatóságról beszélni, hát azon keresztül kvázi kommunikál a hivatala a lakosokkal, másrészt pedig a polgármesteri kabinetbe érkeztek olyan emberek első körbe, akik, akik az első antikorrupciós stratégiát, programot megírták, ami, amit aztán talán 2020-ban vagy 2021 elején fogadott el a képviselő testület. Szóval összességében az új vezetés új szervezeti egységeket alakított ki, azzal a céllal, hogy, hogy hogy azok az emberek, akik oda kerülnek, azok utána majd szépen lassan megreformálják az egész hivatalt, és ez átsorogjon a hivatal többi szervezeti egységére is. És ez annyiban azt gondolom, hogy sikerült is, és akkor itt most már a saját feladatkörömre csapok át, hogy a kerületgazdálkodási ügyosztály, amit 2021 nyara óta vezetek, annak nem volt átláthatósággal kapcsolatban feladata korábban, és nekünk ez egy feladatunk lett, és, 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 ez egy nagyon fontos eredménynek tartom azt, hogy, hogy 2024-re a 80 pontból, amit az István említett, 72 pontot szerzett a Józsefvárosi önkormányzat, tehát lényegében 90 százalékos eredményt ért el, míg 2022-ben ez 74 volt, szóval itt a folyamat az nagyon fontos, hogy, hogy ebben egy ilyen előrelépés történt. Legelőször, amikor én oda kerültem, önérték akkor még csak 67%-on álltunk, úgyhogy ezt így internalizáltuk, ezt a feladatot. Miben, mit jelent itt a pontozás? Milyen kategóriák vannak, és mivel lehet azt mondani, hogy jó, hát zsákban futásban akkor Józsefáros jól Jó, akkor, akkor röviden, mégis mégiscsak a fő kategóriákat érdemes elmondani. A legtöbb pontszámot az úgynevezett nyílt működésből lehet szerezni. Ez alapvetően a a testületi működésre, bizottsági működésre vonatkozik az, hogy az előterjesztések, jegyzőkönyvek elérhetőek, fenn vannak a polgármesterképviselők képviselők elérhetőségei, fogadóórái, ezen kívül fenn elérhetőek könnyen a rendeletek, határozatok, szóval összességében minden, ami így a döntéshozáshoz kapcsolódik. Van egy kategória, ami kevés pontot ér, de annál fontosabb ez a közérdekű adatigénylések nyilvánossága. Itt egyrészt az, hogy egyértelműen kiderüljön, hogy hol tud egy állampolgár közérdekű adatigénylést benyújtani, illetve hogy utána ezek az adatigénylések nyilvánosságra legyenek hozva. Egy másik nagyobb kategória az a költségvetés átláthatóság, ez maga, hogy a rendelet, a mellékletek fel legyenek töltve, ezeknek a módosításai elérhetőek legyenek. De ide tartozik az is, hogy például az önkormányzat támogatási pályázat, civil, egyházi alapok, azoknak a döntései elérhetőek legyenek, illetve a támogatási adatok, valamint azok a pályázatok, amiket az önkormányzat nyújt be, például EU-s pályázatok, hogy azok elérhetőek legyenek. Nagy fejezet szintén még a szerződések és közbeszerzések nyilvánossága. Itt egyrészt az, hogy adatbázis szinten a fő adatok átláthatóak, elérhetőek legyenek, és egy másik fele pedig az, hogy maguk a szerződések, a dokumentumok szöveg szerint fönt legyenek és letölthetőek legyenek. Ezen kívül néztük az önkormányzati cégek átláthatóságát, az egy ilyen nagyon egy aránylag bonyolult al részled, és egy úgynevezett elszámoltatható döntéshozók fejezet is volt, ahol a vagyonnyilatkozatok elérhetőségét, tanácsnoki beszámolókat néztünk, illetve az, hogy van-e lehetőség kifejezetten közérdekű bejelentést tenni, ami ugye az, hogyha valaki valamilyen etikai vétséget korrupció gyanút észlel, akkor arra van-e csatornája az önkormányzatnak. Uh, és akkor ezeknek mindenhol ott volt az, hogy mi az, ami fönn van a honlapon, és milyen formában, szóval nagyon fontos az, hogy ez ne egy ilyen uh, olvashatatlan képként kerüljenek fel a dokumentumok az önkormányzat honlapjára, hanem kereshető formában, úgyhogy az használható is legyen a, az állampolgár számára, és akkor itt visszakönyöröd a városa például, hogy zsákban futás, vagy melyikben teljesített nagyon jól. Szinte mindegyik, mind a hat kategóriában 100%-ot ért el város, A cégek tekintetében átlagos volt a, a, teljesítmény, majd erre esetleg kitérhetünk. A főváros, most nem tudom fejből idézni, hogy pontosan azt hiszem 7. vagy 8. helyen végzett a 29 vizsgált önkormányzatból, és általában minden, minden tekintetben a az átlagon felül teljesített, ott azt hiszem nem volt ilyen egyértelműen ö, kiugró vagy alacsonyan teljesítő ö, kategória. De ha még később erre visszatérünk, akkor addigra lehet, hogy előkeresem Jó, gondoltam, hogy már ezt tisztázunk, akkor térjünk rá a ciklus eredményeire. Mi az, amit most ettől függetlenül, hogy miként pontozott a Kámonitra az átlátszó, illetve a International, mi az, amit a mögöttünk hagyott évekből a önökre bízott Szervezeti egység, ami adott esetben az egész hivatalt jelent, illetve egy ügyosztályt, az eredményként tud felmutatni, amit úgy gondol, hogy előrelépés a korábbiakhoz, és mi az, ami még valót hagy maga után. Én szerintem mindenképpen eredmény, hogy megőriztük ebben az anyagi helyzetben is ezt a az eredmény, a, a, szintet, ahogy mi az átláthatóságot teljesítjük, erre majd röviden visszatérek, hogy ez miért, miért, nem magától értetődő, ugyanakkor előrelépni is tudtunk, és hogyha az átláthatóságot tágabban értjük, mint ahogy a, az osztályvezető asszony is vagy asszony is mondta, itt a részvételiségi folyamataink, az, amik mindenképpen egy nagyobb állampolgári bevonódást jelentenek, és egyáltalán a döntéshozatalhoz közelebb hozását a, budapesti polgároknak. Ebben nagyon sok munkája van a hivatalnak is, és ebben sokat léptünk előre, akár a közösségi költségvet, részvételiségi költségvetési folyamatokat érintően, akár az egyes döntésekkel kapcsolatos nyilvánosság kapcsán az a, civil szervezetekkel való egyeztetés, tehát abban nyilván ott is már egy ilyen előrehozott átláthatóságról lehet beszélni. Abban mindenképpen így hivatali szervezeti szintén egyértelművé tettük, hogy tehát centralizáltuk a folyamatokat, minden közérdekű adatigénylés egységesen kezelt és a folyamatban épített adatkezelési, tehát nyilvánossághoz szempontú adatkezelési feladatokat még Hatékonyabbá tettük a hivatalba. Ezek azok az elemek, amik akár a proaktív közvététel javításához szükségesek. Tehát nyilván például nálunk van egy szakrendszer, az anyagi lehetőségekhez képest ennek a továbbfejlesztése nem olyan magától értetődő ezért más utakon kellett elindulnunk, ennek a kereteit most már meghaladtuk. Ugyanakkor az, hogy a belső folyamatainkban most már mindenkinek nagyon világos, és itt a személyes adatok kezelésével is összefüggően az anonimizálás az teljesen jól és begyakoroltan zajlik. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy minden időszerűen kikerülhessen a nyilvánosságból, illetve hozzáférhető Majlászó, az nem ró, akkora plusz terhet a hivatalra, mármint, hogy mondjuk közérdekű adatigénylés érkezik, és mondjuk ott anonimizálni kell a dokumentumokat, akkor ez már rutin szerint megy. Így, így. Hát ugye ez a pont már, amikor elkészülnek a dokumentumok, akkor igyekszünk olyan formában, meg olyan tartalommal is elkészíteni ezeket, hogy minél kevesebb ilyen típusú anonimizálási feladat legyen velük, vagy rutinszerűen elvégezhető legyen, tehát hogy ebben tényleg mi a határidőket is nagyon ritkán kell, hogy meghosszabbítsuk. Csak azért, mert például egy történetesen ellenzéki vezetésű önkormányzattal azért cikkírás közben mi az elmúlt időszakban futottunk bele olyanba, ahol kiszámolták nem tudom hány munkaórára egy százoldalas dokumentum kiadását és horribilis összeget helyeztek kilátásba, től csak némi morcagás árán voltak hajlandóak eltekinteni, de ezek szerint ez egy beállítható folyamat, ahol nem kell e, semmiféle plusz munkát elvégezni a munkatársak. Hát, hogy semmiféle pluszt nem kell, de hogy ezt jó rutinnal viszonylag kísérül bedobással meg lehet csinálni. Nyilván vannak különleges esetek, az, mint ez a bicskei történet is volt, ahol nyilván voltak nyilvánosságra hozandó dokumentumok is, ezek sokkal alaposabb különkezelést igényelnek, de egy rutin szerződés írásnál, vagy egy, akár egy beszerzés eredményénél ezek nem... Tehát eleve el lehet úgy készíteni egy szerződést, hogy arra számít a hivatal, hogy ezt ki kell majd adnia, és azok az adatok, amelyek nem képezik a nyilvánosságnak a tárgyát. pontosan. Azok a nyilvánosságra, azokat már eleve a szerződés elkészítésekor... Minimalizálni de... kell. Igen. Pont akartam is kérdezni, mert azt gondolom, hogy ez a mind a két önkormányzat kifejezetten jól teljesít a közérdekű adatigénylések terén, és hogy József város kifejezetten, ha jól emlékszem, akkor nehéz helyzetből indult és sokat fejlődött ezen a téren, és hogy nagyon példaértékűen közzéteszik úgy az adatokat, hogy letölthető is az adatigénylés is, és az arra adott válasz is, az indoklások is elérhetőek, és hogy ez ez mekkora feladat volt, és hogyha mondjuk valaki más aspirál ilyesmire, hogy, hogy, hogy ők is szeretnének a saját önkormányzatukban ilyen közétételt létrehozni, akkor mondjuk így milyen tanácsaid vannak esetleg a, a számukra? Egy picit másképp közelítve, tehát ugye a közérdekű adatigénylést a polgármesteri hivatal megválaszolja, kiküldi az adatigénylőnek, onnan már igazából csak egy egy perces dolog az föltölteni a honlapra is. Ha ezt valaki folyamatában csinálja, akkor nem lesz elmaradva. A probléma az inkább ott van, hogy nehéz -e megválaszolni a közérdekű, közérdekű adatigénylést. És itt kapcsolódok vissza a honlaphoz, hogy ha honlappal sokat foglalkozik egy önkormányzat, akkor nagyon sok közérdekű adatigénylésre egy honlap link a válasz igazából nekünk ez a célunk. Bármit kérdeznek, akkor azt tudja mondani, hogy ez a honlap link az, ahol egyébként megtalálja azt az információt. Nem adok én szerződést ki, hiszen ott van a honlapon, is a linket mondom, hogy honnan tudja letölteni. Innen kezdve a hivatal, az, úgy, annak az, az a megválaszolási tevékenység az egyszerűvé válik, ebbe az irányba megyünk most már. Most itt a választások előtt nagyon-nagyon sok közérdekű adatigénylés van, azt hiszem most egy ilyen csúcs van ebben a tekintetben, de nagyon-nagyon sokszor 60-70-80 a légban, azt mondanám, hogy honlap linket adunk. És egyébként egy másik példám is van, hogy éppen egy pár hónapja voltam egy bérlői csoport fogadó órán, tehát ugye önkormányzati bérlők csoportja, ahol az önkormányzati bérlők kérdezték azt, hogy az ő bérházukra, amiben laknak, milyen felújításra kerül sor az idei évben. És így a telefonomat nézegetem, megmondom, hogy tetőfelújítás, a közbeszerzés van folyamatban, és azt is hozzátettem, hogy én most nem a polgármesteri hivatal titkos szerveréről tájékozottam, hanem a honlap városfejlesztési menüpontjában van ez kint, az összeset én sem szoktam így fejben tartani. Szóval a honlap nagyon fontos ilyen szempontból. És akkor itt Ugye, ahogy a jósefesi honlap készült, ott ugye két nagyon fontos dolog volt. Az egyik, hogy a korábbi honlap, az egy ilyen. Egy, egy, informatikusnak kitett honlap volt. Tehát csak ő tudta fejleszteni azt a honlapot. És akkor ott áttértünk egy ilyen WordPress alapú honlapra, ehhez is kell programozó, de WordPress programozást nagyon sokan tudják. És innen kezdve nem vagyunk kitéve egy informatikusnak, és ezt belső kapacitásból csináljunk. Van egy WordPress programozónk, aki ezt csinálja. A másik, hogy egy ilyen service design... És hozzáfér, ezek szerint több ember hozza. Így van. Így van. Tehát az én saját kollégáim is töltenek föl a honlapra szerződéseket, azt nem a programozó tölti föl, hanem ezt belső kapacitásból töltögetjük. És a másik, hogy egy ilyen service design módszert annal készült, amikor a közösségi részvételi iroda munkatársai végiginterjúzták a hivatalt, hogy mi mindennek kellene kin lenni a honlapon, a lakossági bejelentésekből szintén inspirálódtak, hogy mi mindenre szoktak kíváncsiak lenni a lakosok, és volt egy ilyen tesztelő csapat, aki hónapokon keresztül tesztelgette, hogy, hogy van-e minden, és úgy indult el a honlap, és itt a, nem az állandóság, hanem a változás az alapállapot, tehát ezt folyamatosan fejleszteni kell. Ha nincsen erre kapacitás a hivatalba, akkor egyszer létrehozni, és utána úgy hagyni, annak nincsen semmi értelme. Kell szervezeti felelős, főfelelős kellenek, alfelelősök folyamatokba be kell épülni, hogy ez egy automatizmus legyen, hogyha meg, megválaszolunk egy közérdekű adatigénylést, akkor a következő kattintás az az, hogy fölmegy a honlapra. És mi ebbe az irányba vagyunk, nem mondom, hogy százalékon, de most már egyre több ilyen részelemben ez egy automatizmus, hogy kitesz ő, és a saját munkánkat is segíti a két példa, amit mondtam. Ez azért jó, azért tetszik nekem, amit most beszélünk, mert meglehetősen konkrét, megfogható, és adott esetben példaadó olyan esetekben, és akik mondjuk nem írják alá ez, ez a minimumot, mert hogyha jól értem, akkor ha van egy jó anonimizálási eljárás, illetve van egy olyan munkafolyamati előírás, hogy akkor még Plusz egy kattintással fel kell tölteni a honlapra, abban az esetben van egy olyan automatizmusunk, amely könnyebbé teszi az állampolgár életét. Nem csupán arról van szó, hogy a kezkedő újságírók hozzáférnek-e adatokhoz, hanem az, hogy például egy társaság hozzáférje a saját felújítási terveihez. Na, tehát akkor ezt bátran tudjuk ajánlani bárkinek bárhol. Mi az előnye még a, a proaktív eljárásoknak? Tehát amikor nem ügyfélkérésre, vagy sajtóérdeklődésre próbál eljárni, hanem már eleve úgy tervezi a saját életét, hogy a későbbi kíváncsiság kielégítésére alkalmasak legyenek a felületei, vagy illetve a hivatali működése. Szerintem, te, ha jól van ez belőle, hogy mi az, ami proaktívan kikerül a honlapra, akkor ez pontosan ezt az előnyt tudja hozni, hogy, akkor azt nem rászoknak az emberek, nem fogják külön zaklatni érte a hivatalt, hanem az a helyi nyilvánosság részévé válik, és köztudattá lesz, hogyha valakinek erre az információ szüksége van, akkor nem az ügyfélszolgálat kapacitásait, vagy más kapacitásokat kell, és az ügyfél szempontjából is hosszadalmasabban megmozgatni, hogy ő valamilyen fontos információhoz hozzájusson, hanem hogy ő, ma, ma mai világon már eleve arra vagyunk rá állva, hogy lehetőleg egyből az interneten keresünk valamire. Tehát, hogy ez a, a polgárokhoz is sokkal közelebbi módja annak, hogy megtaláljunk egy információt. Ez persze egy ilyen iteratív folyamat, mert nem mindig lövi be jól a hivatal, azt, hogy mi az, amire sokaknak van szüksége, de a, ahogy mondta itt a kolléga is, hogy a bejelentések nagy száma, vagy egyáltalán egy vagy bizonyos fajta adatkérések nagy száma mind azt indukálja, hogy akkor erre szükség van erre az adatra. Nehéz ezt sokszor kitalálni, meg néha erőforrás pazarló lehet mindent proaktívan kirakni, vagy tehát felesleges, de például azt már mi is követjük, hogy ha van egy adatigénylés, amire válaszolunk, akkor azt kitesszük nem aznap, hanem havonta egyszer kitesszük a honlapra a már megválaszolt adatigénylésekre a válaszokat is, vagy aki mit tud linket, mert ugye azt a rendszert is sokan használják. És akkor itt is már lehet azt mondani, hogy ja, ezt már kikérték tőlünk két hete, egy hónapja, és akkor ott az a link, tessék. Tehát ha már egyszer ezt megcsináltuk, akkor ezeket mindentől kezdve bárki szabadon terjesztheti, és van egy valós igényre. Még mielőtt mi kérdezni, mert csak itt nekem van egy közbevető kérdésem. Szerződésnek mondjuk átadásátvételnél ilyen teljességi nyilatkozatot szoktak kérni az a egyik fél a másiktól, hogy akkor garanciát vállal az hogy nincsen más ezen kívül. Oké, de egy sima polgárnak mi a garanciája arra, hogy van ott egy link, meg kap egy szerződés, de hogy abban a témában nincsen más Hát ebben azt mondom, a hitelesség a garancia, tehát hogy... Elegendő garancia az. Én szeretnék bízni abban, hogy igen. Nincsen, nincsen garanciája az állampolgárnak. Tehát amikor az önkormány, a hivatal azt mondja, hogy minden szerződés kint van, azt az nyilván az állampolgár nem fogja tudni leellenőrizni, hogy tényleg kint van-e minden szerződés. És én erre most nem tudok válaszolni, hogy vajon mi lenne az a garancia a hitelességen, a megbízhatóságon, tehát ilyen elveken túl, amivel amivel mégis előfordulhat, még, mégsem fordulhat elő az, hogy egyet elrejtett a hivatal. Tehát ez nagyon jó kérdés, nem látom a megoldást erre. Ez micsoda rendszer szintű hm? probléma. Azért van, egy, é, van az egy, hatóság, akinek most már egyre erősebbek a... Tehát a naik például el tud ilyen esetben járni, és ő ezt ki tudja vizsgálni. Van, egy, van azért egy garancia az iktatórendszer, ami jogszabály szerint kötelező, tehát a, a, ami abban benne van, az nyomon követhető, és bele kell tenni. Tehát, hogy jól működik egy hivatal, akkor azok a dokumentumok iktatva vannak, ben vannak az iktatórendszerben. Jogrendszeri szinten ez a garancia. De, oké, kérelmező szempontjából akkor csak az a teljes garancia, hogy egyszer közelülök adott igényléssel fordul a hivatalhoz, ami adott esetben egy link, aztán fordul még egy kérdésre az ellenőrző szervez, hogy valóban eh, erre a számra csak ezek vannak iktatók. Tehát... Hát ezzel kevésbé, de mondok még egyet, tehát hogy azért eh, ezek nem titkos adatok. Tehát hogyha ha valaki megmerné tenni, hogy így elrejt ilyen dolgokat, az azért az hamar kiderülhet, mert a nem titkos adatok szabadon terjeszthetők, és azért azt gondolom, hogy eh, tehát előbb-utóbb ezek a fontos ügyekben ki szoktak derülni, ha valaki nem tesz közé, vagy nem ad meg egy kérésre egy olyan adatot, ami egyébként van. Ez szerintem elég fontos ez a, ez a kérdéskör, amit itt körüljárunk. Szerintem, ha már itt a K-monitor képviseletében ülök, akkor így érvelek a proaktív közzététel mellett, hogy ugye az, hogy itt van mondjuk ez ez a minimum program, és hogy ebben bizonyos önkormányzatok jól teljesítettek, de hogy igen, az, hogy valami kin van a honlapon, az nem egyenértékű azzal, hogy ez az, az önkormányzat szükségszerűen korrupciómentesen is működik, Viszont az, hogy egy önkormányzat korrupciómentesen működik, vagy hogy elszámoltatható, az, az nagyon nagy mértékben segíti az, hogyha átlátható és minden fel van téve. És ugye már említetted ezt a, a, az, hogy az állampolgárok számítanak rá, és elkezdik nézni, és megtanulják azt, hogy e, hogy, hogy ott el tudják érni ezeket az adatokat. És ugye nem azt gondolja senki sem, hogy az állampolgár minden testületi ülés előtt böngészgeti, hogy milyen napi rendi pontok lesznek, és aztán az összes jegyzőkönyvet egyesével átnézi. Viszont, hogyha elterjed ez a tudás, hogy ezek fönn vannak és elérhetőek, és valami viszont elkezdi érdekelni, valamit építenek a szomszédtelekre, és, és érdekli, hogy ez miért háromszor akkora épület, mint ami az ő háza, és hogy ki fogja takarni a napot előle, vagy valami olyan döntés, vagy egy olyan kiderül, hogy valami... Uh, és ráadásul rákezik. lehet, hogy nem is a helyi önkormányzatról, mondjuk a kormányhivatal adott rá ez engedélyt, vagy a... sőt, még csak nem is adott rá engedélyt, hanem csak felmaradási engedélyt kértek rá. Van tapasztalat, a közel volt ilyenre. Meg ugye van a kiemelt beruházás. Még azt akartam mondani, viszont nem csak az állampolgár tanul, azt gondolom, hogy ez jó. Ez a, az, hogy, vala, hogy egy ilyen intézmény átlátható számon kérhetően működik, ez egy folyamatos interakció az állampolgár és a döntéshozók között. És hogy valójában itt az arról is szól, hogy magukat a döntéshozókat is lehet arra szoktatni, hogy ők arra készüljenek, hogy minden, ami, ami döntés, ami mondjuk egy szerződés, az nyilvános lesz. És akkor itt visszakanyarodhatunk oda, hogyha valaki el akar rejteni egy szerződés, akkor úgymond az fog egy extra energiába kerülni, hogy ő intézkedjen, hogy az ne kerüljön ki. És onnantól kezdve az már egy egészen más szintje annak, hogy mondjuk egy hivatal hogyan tud közbeavatkozni, vagy hogy ahá, milyen pontokon derülhet az ki, hogy itt valami, valami, nem, valami nem jól működik. Uh, és aztán nyilván engem is érdekel, hogy egyébként mi az iktatórendszeren kívül van-e más olyan uh, módja egy, egy, hivatalnak, hogy, hogy kezelje az ilyen kockázatokat. Most ugye itt a korrupciót klientúra, nem tudom, járunk körül. De bocsánat, valami Én, egy, én egy, ilyen kapcsolódó témát szeretnék még itt behozni, ez a beszerzések, közbeszerzések témaköre. Ugye ott történt az nálunk, hogy 2020-ban új beszerzési szabályzatot írtunk, egy a beszerzés, ami a közbeszerzési érték alatt van, mondjuk építési beruházásnál 50 Millió alatt szolgáltatás, meg 15 millió alatti beszerzésekről beszélünk, és olyan, ért, olyan beszerzési szabályzatot alkottunk, hogy csak nyilvános beszerzéssel lehet kiválasztani bárkit. Tehát nincs ez a három árajánlatot, kérek, semmi ilyesmi. És a nyilvános beszerzés az úgy néz ki, hogy mindenképpen meg kell jelennie az ajánlattételi felhívásnak az önkormányzat honlapján, és ki kell értesíteni legalább öt céget, Hát ha van abban a témában öt cég, de meg kell próbálni felkutatni. Na ebből az lett, hogy hogy egyre több ajánlattevőnk van beszerzési témakörben is, tehát egy utcafelújítás tervezése, vagy bármilyen kisebb értékű dologban. És azzal szembesültem, hogy 2021-22 tájéken, hogy elkezdtek így fölhívogatni cégek, hogy ez most komoly, tehát ez, hogy ez ott úgy kin van a honlapon, ez, 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 ez erre tényleg lehet pályázni? Mondtam, ja, ja, erre tényleg lehet pályázni, nyugodtan pályázanak, azért tesszük ki a honlapra, ez az egyik, ezek most már elhaltak ezek a telefonok. A másik pedig hogy hogy, hogy hogy ugye egyre egyre több a, a, a pályázó. Tehát, a, a, tehát ezeken a beszerzéseken is, nem csak a közbeszerzéseken, és ugye egyre nagyobb a verseny, és most már olyanok is megjelennek, akiket nem is értesítettünk ki. Tehát elkezdték figyelni a honlapot, pedig azért most józsefáros.hut egy ilyen beszerzési témakörben minek nézegetné bárki. Elkezdték figyelni, és egyre több olyan cég jelentkezik, akit pedig nem értesítettünk ki, mert benne se volt még a látókörünkben, hogy egyáltalán létezik. Szóval ez egy ilyen elég, elég jól, jól bevált dolog. Közbeszerzésből is és mondok valamit, ott pedig, amikor én ide kerültem, akkor ott a korábbi 2010-es években láttam, hogy ilyen tipikus közbeszerzések, bérlakás, felújítás, bérház, felújítás. Három ajánlattevő, mindig ugyanazok, mindig ugyanaz a nyertes. Tehát azok is nyilvános eljárások voltak. Most odajutottunk ezeknél a közbeszerzéseknél, 12, 13, 14. Ilyen számokkal működünk, tehát ennyi ajánlattevő van. Egyszerűen csak azáltal én azt gondolom, hogy az alkalmassági feltételekbe, bírálati szempontokba, műszaki tartalomba effektív egy az előkészítő, a polgármester, illetve egy üzen, hogy lehet hozzánk pályázni, lehet versenyezni, mert itt nincsen meg a nyertes. Igen, ezt azért el kell hitetni a, a piacon. Mi is közé a, a közbeszerzési kiírások eleve nyilvánosak, és a beszerzések viszont nem feltétlenül, de mi is, tehát még a három ajánlatot, vagy négyet, ötöt kiküldünk is ajánlattevőknek, potenciális ajánlattevőknek, ezeket a kiírásokat ugyanúgy kitesszük a honlapra, és azért ez fokozatos idő, még elkezdenek rátalálni, illetve elhinni, hogy itt lehet jelentkezni. És aztán az egy másik kérdés, hogy milyen ajánlatokkal tudnak jönni, és akkor azok alapján nyilván megfelelő módon az értékelési szempontok is benne vannak a kiírásban, tehát hogy ez alapján lehet őket értékelni. De az előkészítés során ugye ez a közbeszerzések hát rákfenéje, hogy hogyan is van megállapítva az alkalmassági feltétel, meg az értékelési szempontrendszer. Ez már átvezet azért az átláthatóság, meg hogy mi a garancia arra, hogy mindenki van adva, vagy ki van téve a a, a, a honlapra, illetve adva a kérdezőnek, de valójában itt is az látszik, hogy az igazi garancia a nyilvánosság. És azért, ha megnézzük, az adatok szintjén is nagyon kevés olyan, amit, amiről csak a hivatal tud, amiből nincs egy példány valahol a hivatalunk kívül is, stb. Tehát, hogy ha eleve úgy van, és van vezetői támogatás, illetve igény, már pedig nálunk van, hogy ezek, tehát aminek nyilvánosnak kell lenni, ami, ami közérdek alatt az nyilvános, akkor erre azért viszonylag hamar beáll egy hivatal. Ez mindenkinek könnyebb is, úgy értem, tehát a munkavégzés során is ebben a logikában gondolkodni. Isten ments, hogy a nyílt pályázatok ellenérveljek, de ha már a hitelességnél tartottunk, akkor ez az valami nem egy ilyen kis hitelességi deficit, vagy önbizalom hiány, hogy az ember gyorsan minden nyilvánossá tesz, mert adott esetben azért az zárt pályázatok, azok sokkal gyorsabban tudnak zajlani, mint a teljesen nyílt eljárások. Tehát, hogy lehet ez a, a lemonyolító kezében egy eszköz, hogy, hogy meghívásos pályázatot ö, ö, hirdessen meg direkt, mert a, ezt igényelné meg, és akkor, 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 van igazából tényleg szükség hitelességre, hogy nem három csókost hívott meg, hanem, hanem a munkafolyamatok gyorsítását akarta ilyen módon elvégezni. Hát igen, de ugye itt ezt, ezt, dokumentálni is lehet, hogy miért, azért, miért nem feltétlenül teljesen nyílt egy eljárás, vagy miért ezek az értékelési szempontok, ezek mögött van megfelelő előkészítés és indokolás, ha ez olyan, akkor ez, ez védhető. Az a fontos, hogy ezek úgy legyenek végigondolva, és valóban azért ez a kivételes ritka eset tud. Ennyiben nem értek egyet, hogy szerintem a nyílt beszerzési eljárás lebonyolítása nem olyan hosszú. Kitesszük az ajánlattételi felhívást a honlapra, három hétig kint van, bejönnek az ajánlatok, egy hét bírálat, hiánypótlás, négy hét. Tehát, hogyha ennyire nem tudja tervezni az önkormányzat a munkát, hogy négy hét ne férne bele, akkor ott más bajok vannak. Ezt mondjuk kétségtelen. De mondjuk adott esetben más léptékek is lehetnek, mondjuk a József Város fővárosi önkormányzat, vagy mondjuk egy fővárosi cég, és mondjuk a Józsefvárosi cég között azért olyan lehet. István? Bennem az merült fel, hogy több önkormányzattal beszélgettünk, hogy ki hogyan valósítja meg ezeket a, a vállalásokat, és hogy uh, itt azért ez mindegyik ilyen valamilyen szinten igenis egy, egy, egy befektetés, szóval hogy itt létre kell hozni egy új beszerzési szabályzatot, valamilyen új felületet, ahol meg lehet ezeket a, a beszerzéseket hirdetni, akár mondjuk a közérdekű adatok közzététele, ez mind-mind olyan, ami azért kisebb, nagyobb munka, és azt gondolom, hogy felszokott merülni, hogy oké, de ez meg fog-e térülni, hogy tényleg mondjuk tegyük fel, hogy nem egy meghívásos pályázaton hirdetünk meg egy beszerzést, nem az ismerős cégeknek, hanem ki tudja, hogy hányan fognak jelentkezni. Elméletben a piac logikája az az, hogy akkor olcsóbb is lesz az egész. Ez az egyik kérdésem, hogy van-e ilyen típusú bármilyen eredmény, vagy miért ezt esetleg az önkormányzat, hogy hogy egy típusú beszerzés az mennyivel lett olcsóbb azáltal, hogy mondjuk több mint tíz jelentkező is volt egy pályázatra. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy, hogy a kritikusoknak van-e üzenetetek arra, hogy mondjuk Fú, hát tök jóval sokan jelentkeztek, de egy olyan céget bíztunk meg, aki aztán eltűnt, és nem végezte el a munkát, és akkor kötbérezni kellett. Csomó problémába belefutottunk. van -e erre jó válasz, hogy hát nem, ez, ez teljesen megoldható problémát jelent? Hát szerintem azért ezek nem akkora befektetések, hogy a, azt igazán... E nagyon mérni se, mi legalábbis nem mértünk ilyesmit, de az, hogy rutinszerűen kitegyünk egy kiírást a honlapra, ez azért nem, ez egy folyamati váltás, főleg, hogyha koncentráltan dolgoznak ezekkel a szervezeti egységek, tehát nálunk is van egy közbeszerzési főosztály, ő rajtuk minden ilyen átmegy, kiteszik, tehát akkor ez nem egy nagy befektetés, hosszú távon mindenképpen megéri, mert annak azért esélyt kell adni, és nem biztos, hogy a nem meghívott kívülről jelentkező adja a legolcsóbb ajánlatot, tehát látszólag nem attól lett jobb, olcsóbb, hogy még egyesek jelentkezhettek, de azért ha ennek esélyt adunk, azért ez szerintem fontos, meg az, hogy a versenynyomás mindig minden szereplőn rajta legyen ezáltal arra, hogy esetleg nem alkalmas jelöltek jelentkeznek, ennek sok oka lehet, hogy a végén a teljesítéssel mi a probléma, nyilván következetesnek kell lenni, hogy utána azt szankcionálni lehessen, és az alkalmassági kritériumokat kell tudni úgy megállapítani. De ez sajnos mindig benne van a, a pakliba, különösen, ha olyan piac, ahol hirtelen változások tudnak történni, és akkor valaki meg nyilván kisebb beszerzéseknél kisebb cégek, akik hamarabb uh, 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 tudnak akár problémák jelentkezni náluk. Ezek mind uh, hát benne vannak a pakliban. Az a fontos, hogy jól, jól írjuk ki a lehetőség szerint, és utána következetesen legyen. Akkor a kiírásunk, az a, a szóval 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 szóval. Hogy Tessző és extrém példa következik. A szubjektív szempontok, amelyek adott esetben meghatározóak egy közbeszerzés elbírálásánál, mondjuk a gépjárművek elektronikájának beszerzésének nemzetközi szabványai vannak, ráadásul a piacon nincsen túl sok cég is, amivel a BKK be tud szerezni. De mondjuk egy közétkeztetési pályázatnál simán és egyszerűen, hogy persze ott is kalóriaszám megvan, szóval az egyik helyen tudnak főzni, a másikon meg nem. Mondom, ez az extrém példa, és bizonyára van ilyen nagyobb léptékben is, de Ligeti Miklóssal hogy ez a kedvenc példánk, amikor itt a, beszélgettünk már, már egy körben e, ilyen kérdésekről. E, meg, meg ugye, hát ez Kunce Gábor legendás példája volt még a 90 es években, amikor éppen védte az övéit. A, a védelem nem volt jogos, de a példa szellemes volt, hogy ha beadok egy balett darabra a pályázatot, én meg Bozsi mondta ő, akkor lehet, hogy az enyém olcsóbb lesz, de Bozsi kiveté élvezhető. csak élvezhetőbb azt hiszem kellően megvilágítottam a problémának a lényegét, ezzel mit lehet kezdeni? hát lehetőleg kerülni kell az ilyen szempontokat, amik ilyen ennyire szubjektívak. Most a közétkeztetésben mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert nekünk van saját cégünk, talán nem véletlenül, de örülünk ennek. Tehát ott így közvetlenül tudjuk felügyelni idézőjelben a minőséget, illetve hát rendre jó jelzések jönnek. De tehát akkor jó egy közbeszerzés, ha ezek az, az értékelési szempontok nem szubjektívek. De Ingen. hát az a helyzet, hogy ezek ezek objektíve-szubjektív szempontok. Tehát, hogy Azt gondolom, hogy itt egy kicsit elkezdhetünk akár a jövőre is kitekinteni, mert szerintem bár elhangzott már egyszer a részvételiség szó, ez az egész, ez a minimum program, amiről eddig beszélgettünk, ez nagyon az átláthatóság számon kérhetőség, vonalon mozog, de hogy nagyon fontos eleme tényleg az, hogy az állampolgárok aktivizálódjanak, és érezzék magukénak azt, hogy milyen közpolitika történik helyben, és hogy például erre, hogy akkor most tudnak-e főzni, vagy sem, vagy jó-e a ballettelőadás vagy sem, azt gondolom, hogy egy remek alkalom az, hogy vont be az állampolgárt, kérdezd meg, és akkor erre az a, a megoldás, hogyha vannak csatornák, bejáratott csatornák, amiket ismernek az állampolgárok de ez egy kérdés is, szóval én ezt gondolom így K-monitor oldalról, de, de kérdés, hogy ezt minden területen fel lehet -e tartani, vagy hogy elége mondjuk utólag, mert akkor ez nyilván nem egy nem a beszerzés elbírálás akkor fog ez felmerülni, hanem mondjuk x év után, és akkor addig lehet, hogy szegény gyerekek rossz kaját lesznek, de... Igen, de lehet olyan minőségi követelmény a szerződésben már is, nem a beszerzésben, hogy bizonyos számú panasz ne legyen. Mondjuk a, vagy, tehát a nehéz kreativitást igényel, azt aláírom, mind a kiírásnál, mind utána a szerződéses feltételeknél, hogy lehetőleg objektív kritériumok alapján lehessen mérni az ilyen típusú elégedettséget, ami ízlés kérdése. Mert itt valójában arról van szó, szóval meg hogy a diákok mit tesznek meg meg mit nem, az meg egy nagyon sok tényezős dolog, és nyilván más egy buszbeszerzés, mint egy étkezés kiszolgáltatás. Én is hozzászólnék ehhez a közétkeztetéshez, meg a, a kapcsán a dologhoz, pont idén tavaly kezdtük, idén zártuk közétkeztetési közbeszerzést, mert lejártak az előző szerződések. A, a minőségi szempontok, effektíven szinte objektív szempontok, extra gyümölcs, ahhoz képest, ami a törvényben elő van írva, ugye itt a jogszabályi előírások azok nagyon striktek. Tehát, hogy azt itt itt nagyon-nagyon sok minden jogszabályi előírás, ugye abból következik, hogy a bölcsödébe mérően ízetlen minden, meg még kicsit az obadába is, de hogy ez az extra gyümölcs, szülői visszajelző rendszer, tehát ilyesmi minőségi szempontok voltak. Ezeket tulajdonképpen minden cég megajánlotta. Úgyhogy a vége az lett, hogy árban versenyeztek a cégek, mert hogy a minőségek, a minőségi szempontok olyan szinten effektíve objektív szempontok voltak, olyan objektív megajánlások, hogy ezt minden ajánlattevő megajánlotta. És most választottuk ki az új cégeket, ugye három részre bontottuk a közbeszerzést, hogy legyen verseny, tehát volt az óvoda, az iskola és az ilyen szociális és szünidejét étkeztetés. Három különböző cég nyerte, úgyhogy most nagyon lehet majd nézni, hogy melyik hogy főz. Egyébként ez április eleje óta van, tehát még kevés a tapasztalat, de a részvételiséghez szeretnék így vissza kanyarodni, hogy ha a szülőktől jó vissza, szülőktől és ovónőktől, az óvónő lehet, hogy még fontosabb, mint a szülő, mert a szülő nem kóstolja, az óvónő meg igen. Tehát, hogyha tőlük jó visszajelző rendszereket tudunk működtetni, és van csapatunk arra, aki ezeket a visszajelzéseket így formálisan továbbítja az közvetkeztető cégnek, és megpróbálja bevasalni a változást, akkor jól működtetjük a szerződést. Ha ezt mind nem csináljuk, akkor olyat főznek, amilyet akarnak. Akkor nincsen kontroll. Szóval mindig muszáj ezeket a részvételi dolgokat behozni, és működtetni ahhoz, hogy a minőséget elérjük. Szerintem ez a legfontosabb. Igazából a legjobban főző cég is rosszul fog főzni, hogyha senki nem szorongatja a nyakát. Tehát az, hogy milyen szerződést köttetünk, milyen az ajánlatot, milyen szerződési feltételek mellett kell megtenni, az is Fontos, mert lehet, hogy a kiírásnál még ez nem mérhető, de lehet olyan követelményeket betenni. Másrészt ismernünk kell, hogy mégis mire lövünk, tehát ez fontos, mert akkor tudom ezt jól belőni, és már ehhez is jó, hogyha akár részvételiség, vagy más módon a, az igénybevevők körétől megfelelő információkkal bír a, a beszerző. Az én fejemben még ben van, a, hogy, hogy, jó lenne a cégekről egy kicsit beszélni. Beszéljünk a cégekről. De lehet, hogy összekötném ezt a kérdést azzal rögtön, hogy milyen kihívások vannak, mert fogy az időnk, és hogy akkor ki mire szeretne inkább, vagy mi, melyik irányt érzitek érdekesebbnek, hogy, hogy, hogy miket látnak az önkormányzatok mondjuk jelenleg kihívásnak, mi az, ami mondjuk feladat lesz átláthatóság terén a következő ciklusban, vagy mit ajánlanának másoknak a cégek részéről pedig az érdekelne, hogy, hogy mind a főváros, mind Józsefváros egyébként átlagosan teljesített az ez a minimum felmérésében, de közben például a fővárosnál van két nagyon fontos cég, a BKK és a vagyonkezelők, akik kifejezetten átláthatóan működnek a, mi felmérésünk alapján, és, és hogy ott mik a kihívások, mik a tapasztalatok, és miket, mik a feladatok a cégek átláthatóságának terén. Most, hogy már így utoljára megemlítésre kerültünk, tehát itt a cégek felé az az elvárás, hogy egyrészt a jogszabályi követelményeket minimálisan, de tökéletesen teljesítsék, és nyilván minél átláthatóbbak a annál kedvezőbb, adott esetben ez a vezetőkkel szembeni elvárásként meg tud jelenni, de nem fogjuk a kezüket kifejezetten. Tehát, hogyha saját rendszereik vannak, nyilván nem is lehet akkor a cégeknél ezt így operatív szinten sem jól csinálni, de ez egy következetes, és kezdetektől fogva nyilván az első számú vezetők ezt tudják is, és ennek a építik fel, de például a BKK napi működéséhez is fontos, mert ők azért rengeteg emberrel vannak napi kontaktusban, hogy minden tekintetben átlátható módon működjenek. Ugyan a vagyonkezelőnél meg megint csak egy olyan terület, ahol a hitelesség az egy rendkívül fontos dolog, és ennek szerintem a legjobb eszköze a nyilvánosság és az átláthatóság. József Városban, én úgy látom, hogy, hogy belülről indult ez az átláthatósági folyamat. Tehát, hogy először a polgármesteri hivatal, és így az önkormányzat legyen rendbe, ott érjünk el eredményeket, és akkor egy ilyen következő lépés az, hogy a cégek, és egyébként a költségvetési intézményeket is idehoznám, tehát óvoda, bölcsöde, szociális egészségügy, tehát az ő honlapjaik és az ő adataik is azok azért ugyanannyira fontosak, mint a cégek, mert az is nagy tömegű pénzzel gazdálkodó szervezetek nagyon sok emberrel. Tehát ez a második kör. A második körbe elkezdtük a munkát, és a, ugye itt óriási léptékbeli különbség van a főváros meg egy kerület között, tehát hogy József van 18 fős cége, a Rév 8, meg van mondjuk 350 fős cége, az a József Gazdálkodási Központ, de hát ez még mindig eltörpül a fővárosi cégek mellett. De mondjuk a József Gazdálkodási Központ az részben vagyonkezelő, részben közterület vagy városüzemeltető, részben az a parkolás üzemeltető cég. Tehát ez a három témája van városüzemeltetés, tehát közterek takarítása, parkolásüzemeltetés, üzemeltetés, meg az önkormányzati bérlakások, bérházak karbantartása üzemeltetése. Tehát ez a cég például azért a K-monitoros tavalyi szintén versenyen ott így első helyezett lett, de azért van még mit csinálni. Tehát, hogy, hogy rávenni a cégvezetőket arra, hogy ők is foglalkozzanak a saját céges honlappal annyit, amennyit önkormányzatként mi foglalkozunk a józsefváros.hu-val, hát ez egy ilyen kihívás, hogy úgy mondjam. De rávenni az óvodát, a bölcsödét ugyanerre, az lehet, hogy egy kicsit még nagyobb kihívás. Jó, cégekről akarsz -e még valamit kérdezni vagy mondani? Szerintem nem. Szerintem az egy másik alkalom, akkor majd külön kivesézzük a, a, állami tulajdonú cégek kérdéskörét. Szerintem az önmagában izgalmas lesz. Na de, amiről, amit érintettünk, nem is szó volt róla, hanem ami ilyen felsejlő, háttérben felsejlő, úgy volt a korrupció tekintetében, az a döntéshozói, tehát hogy a, a, kik vesznek részt egy pályázaton, milyenek ott a feltételek, és így tovább. De van egy más típusa ennek a hivatali ügymenetben, amelyet mondjuk az antivilágban még nem is korrupciónak kezeltek, hanem simán is egyszerűen protekciónak, protekciózásnak. Hogy a hivatalnok maga az ügyfél ügyintéző viszonylatban teljesen neutrálisan jár el, nem enged személyes előnyöket, hogy erre milyen garanciák vannak, illetve némileg egy kis személyes kérdés, ez mondjuk a kerület gazdál, gazdálkodás kevésbé fogja érinteni, de tudom, nem vagyok nyomozó hatóság, és, és, véletlenül sem, de hogy volt-e olyan az elmúlt ciklusban, amikor gyanúra adott okot valamilyen eljárás, vagy mondjuk valamilyen hivatalnok működése, azt mondja, hogy hát ez nem feltétlenül, nem feltétlenül megnyugtató. Nálunk Ilyenre például az elmúlt ciklusban nem volt, hogy milyen mechanizmusok tudják ezt biztosítani. Egyrészt nyilván nagyon sok tisztviselő vesz részt a viszonylag nagyon sok egy-egy ilyen eljárásban, több szervezeti egységtől, a bizottságok is több szervezeti egységből állnak elő, tehát hogy így egymás kapcsán is kiderülnek, hogyha valami, valami nem teljesen jól megy. Van egy speciális szervezeti egység, az professzionálisan. Lényegében arról szól, hogy a szakmai tartalmat ő olyan szempontból ellenőrzi, hogy ne legyenek szubjektív szempontok, hogy végrehajthatóak legyenek, megfelelő szerződéses feltételek, stb., de nem vesz részt a sem az ajánlattevők kiválasztásában, hogyha meghívásos eljárás van, sem a becsült érték megállapításában, kontroll funkciója van tehát egyrészt ezt képes biztosítani, a köztisztviselők vagyonnyilatkozott azért sokkal gyakoribb és részletesebb, kifejezetten a közbeszerzésekben résztvevők, az azok előkészítésében résztvevők számára a törvénynél fogva, tehát azért a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség is ott van a rendszerben, de ritkán kell ehhez igazából nyúlni. Tehát én azt gondolom, hogy köztisztviselőként elég hamar ki tud derülni, hogyha valaki mondjuk összejátszana a, a tehát, hogyha a vezetésben megvan a szándék a tiszta eljárásokra, és ez leszivárog a szervezetbe, ezt akkor egyes személyek mondjuk nem megfelelő eljárását tudja biztosítani, hogy kiderüljön. Ha jól értettem a kérdést. Igen, de... igen, abszolút. Na, de egyébként tudok mondani a gazdankodás területéről is példákat, nem tudom, hogy önöknél milyen engedélykiadások vannak az ügyosztályon, de ez mondjuk tipikusan ilyen, hogy saját a kiadok ilyen engedélyeket, amiket nem, adhatnék, nem adhatnék ki, csak és kizárólag azért, mert jó ismerősem az illető, illetve hát adott esetben honorál ezért. Engedély kevésbé van, viszont egy másik példa jutott eszembe, lakáspályázat. Tehát ugye, amikor önkormányzati bérlakásokat hirdet meg az önkormányzat bérlők számára, pont most zárul egy ilyen, óriási túljelentkezés, tehát 18 lakásra 345 pályázó van. És ugye ott, ott perül fel az, hogy, hogy hát ugye 345 pályázót lebírálni ez idő, de hogy vajon hogy be lehet-e építeni olyan mechanizmust, hogy a bírálók nem mondják azt, hogy ő, ő kap, ő meg nem kap. És ugye nincsen más megoldásom, mint az, hogy a pontozási rendszerünk olyan szinten objektív, hogy abba így oda, azt így odahajlítani erre vagy arra, jobbra, balra, azt, azt nem lehet. Egyszerűen és ráadásul már nem négy szemelve, már mi már nyolc szemelve alapján pontozunk, tehát lepontozza kettő és leellenőrzi még kettő, hogy jól pontozták-e, és tulajdonképpen ez a minél objektívebb, de azért ugye hátrányos helyzetű embereknek akarunk bérlakást adni, old, alacsony bérleti díjért, tehát ez egy, ez egy minél objektívebb, de azért nagyon szertágazó a pontrendszer. Ugye a hátrányos helyzetet hogyan állapítja meg az ember, annak nagyon szertágazó pontrendszer tud talán jól célozni, de hogy ez annyira objektív, és annyira sokan csinálják most már, hogy, hogy hogy egyszerűen önmagában ez így kizárja, én úgy látom, a, a, a visszaélés lehetőségét. Igen, tehát hogy az objektív kritériumok, meg a sok szem és együtt, mi nálunk például, például a lakáspályázatnál volt, az is létező gyakorlat, hogy amikor elfogy az objektív kritériumok szintje, és még mindig vannak egyenlőek a kosósolások. Na, abba is nehéz bele. Iszkálni, de nyilván ez előre meghirdetetten történik és utólag dokumentálható módon. Így van, szinte mindig előfordul a sorsolás is, most is biztos vagyok benne, Én. hogy lesz olyan lakás, ahol a vége az. Hát, hogy az eljárásokban, meg a résztvevők körében, illetve a magában a, a kiírásokban ez biztosít. És a hivatás etikai kódex közérdekű bejelentők, ez a, angolul ez a whistleblower mechanizmus, ilyesmi van az önkormányzatokban, szokták-e használni? Van, van etikai kódex, és nyilván ez alapján bejelentést is lehet tenni etikai védségre, bár adott esetben ezek meghaladhatják az itt felmerült, mondjuk egy közbeszerzés kapcsán ilyesmi az adott esetben komolyabb sérelmet is jelenthet. Az én elmúlt öt éves gyakorlatomban ilyenre konkrétan nem volt példa. De kizárni nem, Nálunk van anonim bejelentő felületnek hívják, ahol ugye a hivatali dolgozók, cég dolgozói is tudnak bejelenteni különböző dolgokat, ami így történt a hivatalon vagy cégen belül, csak ennek az eredményeit én nem tudom. Ez a jegyzői szint. Itt nem akarom magamhoz ragadni a lezárás jogát, de van-e még bármi, ami amiről kéne beszélnünk, illetve hogy esetleg, ha még arra egy. Van, van, egy gondolat, hogy, hogy, mik a kihívások, mi a következő teendő, uh, akár a következő öt évre, vagy csak a következő egy évre, most mind dolgozik a hivatal, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik, hogyha van ilyesmi. Ha nincs, akkor, uh, akkor tudom, hogy uh, neked van még néhány számod a honlap látogatottságról, de ha más nem, akkor az egy érdekes uh, lezárás lehet. Hát most így a honlapot, én nekem igazából nincs így most az agendámon kifejezetten ebben a körben ilyen nagy kihívás, ha jó gyakorlatot folytatnánk, ugye mi új honlapot vezettünk be egy pár hónapja, ez még azért folyik ennek a fejlesztése, ez azért egy mindenképpen etéren is, megmondtam már a Infusabb rendszerünk, egy kicsit már kezdjük kinőni, tehát hogy ebben próbálunk majd az új honlap keretében már előre menni, de azért az egy sokkal komplexebb folyamat, mert nálunk a testületi ülések nyilvánossága is azon a rendszeren megy, és ott azért azzal csak óvatosan piszkálnánk, mert az most egy jól bejáratott dolog. Ugye az elektronizálás az fontos, itt szó volt arról, hogy hát felmenő rendszerben, de az, hogy olvashatóak legyenek gépi eszközökkel is a dokumentumok ne kinyomtatott rossz minőségű PDF-fájlokban legyenek azok, amik egyébként Excel-fájlokban vannak adatok, stb. Tehát, hogy ebben mi már előre haladottak vagyunk, az elektronizálás a testületi döntségszolgálata során szinte százszázalékos, ebben tudunk, igyekszünk előrelépni. Én Akkor elmondom gyorsan a honlapadatot, ha már így felszólítottam, mert pont megkérdeztem, ugye január és május eleje között, tehát négy hónap alatt több mint fél millió oldal megtekintése volt a józsefváros.hu-nak, szóval ez egy ilyen nagyon szépen fölfelé Menő adat, egyre többen nézik. Na, de a kérdésre a válasz. Én azt látom, hogy egyrészt meg szilárdítani kell az elért eredményeket, mert még mindig azt gondolom, hogy elég törékenyek. Tehát, hogy van közösségi részvételi iroda, de még nem hatotta át egészen a, a polgármesteri hivatal minden összes szervezeti egységét, szóval ezt így kell szilárdítani a részvételiséges dolgot. Ugyanígy szilárdítani kell az átláthatósággal kapcsolatos dolgokat is, tehát nehogy azon múljon, hogy elmegy négy-öt ügyintéző innen-onnan, és akkor megbukott az egész, mert nincs ott az az ember, akinek tud, aki tudja, hogy mi a feladat. És ilyen technológiai kihívásokat érzek a, a József Felsi Polgármesteri Hivatalban, tehát, hogy most már tényleg nagyon át kellene állnunk a teljes körű elektronikus aláírásra, hogy szerződések azért most itt 2024-ben már egy papír alapon körözzenek már, és kifejezetten szerződés nyilvántartó elektronikus rendszerünket is, az is egy ilyen régi rendszer, jó lenne lecserélni egy modernebbre, amiben jobban tudnánk statisztikákat is nézegetni meg. Biztos a mostani rendszer tárolja a szerződéseket, csak viszonylag kevés információt tudok belőle kinyerni ilyen, ilyen statisztikai formában. Szóval effektíve ilyen, ilyen informatikai fejlesztés és technológiai fejlesztés szintjén kellene ugranunk. Az még nagyon fontos szerintem, amit említettem a honlapnál, hogy belső fejlesztő fejleszti a honlapot, mindig jobb a belső ember, mint a külső cég a legtöbb esetben. Tehát például van olyan is, hogy Józsefváros app, ami egy ilyen probléma bejelentő felületünk, azt egy külső cég fejleszti, sokkal több a bajunk vele, mint a belső honlap fejlesztő emberrel. Szóval amire lehet belső kapacitást építeni, az sok esetben jobb. Van, amire nem lehet, mert nem lehet megfizetni, vagy mert nagyon kevesen vannak kettő ugye összefügg, de amin ahol el lehet érni, akkor ott a, a belső kapacitásépítés felé megyünk. Akkor jobban intézményesül minden. Nagyon szépen köszönöm akkor mindenkinek a megjelenést, ami azt jelenti, hogy számoló Tamás főjegyzőnek, Borbács Gabriela Városi új osztályvezetőnek és Bósa Istvánnak. A k projekt projektkoordinátorának, én pedig Hont András voltam az átlátszó részéről. Köszönjük, Köszönjük, szépen. Köszönjük.